Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát akkor csapjunk bele rögtön a címadás kérdésébe. A kötet rengeteg esszét tartalmaz, amelyek egy része problémákat villant föl, az írói lét, vagy egyáltalán az irodalmi intézmény struktúrának a problémáit. Egy másik része pedig, hát nem is tudom, néha olyan, mint egy tanfolyam, vagy nem tudom, hogy az ember megtanul írni, vagy per olvasni. De a címadás is az egyik esszének a témája, az a cím ennek az esszének, hogy a címadás titka. Ugye itt van egy kötet, aminek elég érdekes cím van, szembenézni a tehetségtelenségünkkel, tehát valahogy ez a szerintem minden ember életében a legfájdalmasabb pillanat, amikor szembenéz a saját korlátaival, vagy tehetségtelenségével, de a címadás titka című esszé ezt tartalmazza, a címadás voltaképpen nem más, mint a teremtés egyik fontos pillanatának rögzítése. Gesztikulálás, mimikai affekció, produkció, demonstráció, performáció, rázzad a picsádat, galambom, hely. A címadásban tehát nincs bajunk a mesterkéltséggel. A jó cím ugyanis kiabál. Ha szerénységgel, hallgatással teszi, akkor is kiabál, affektál, negédesen bús, de mindenképpen felhívja magára a figyelmet. Itt most abba hagyom, bár ez a mondat közepén van, de nem baj. Ez ilyen cím szerinted? Affektál? A kötet címet kérdezed. Igen. Hát igen, nem az, hogy a címadás titka, ez az esszé címe. Jó, akkor induljunk onnan, hogy a cím, és van nagyon prózai válasz is, meg izgalmassá tudom tenni. Tehát többféleképpen fogok majd válaszolni. Én a másodikat várom, az izgalmasát ebből. De azzal kezdem. De onnan már a prózai válasz is lehet, hogy egyel érdekesebb. Szóval provokáció, ez teljesen egyértelmű, csak ugye arra próbál az ember ügyelni, hogy a provokációban is legyen valami, legyen meg a provokáció igazsága és a hitelessége. Ráadásul azt talán nem kritikaként, vagy egy ilyen rejtett kritikaként már megkaptam többektől, akik hát ezt a fonémasort ízlelgették és granulálták a fogaik között, hogy hát eléggé nyelvtörős tehetségtelenségünkkel. Ugye ezt majd, ha netán valaki arra vetemedik, hogy Tollhegyre kapja a gondolatait a kötettel kapcsolatban, szerintem rövidítést fog használni, tehát ez lesz a ST-kötet. Tehát szembenézni a tehetségtelenség ST-kötet? Igen, sőt volt, aki már véletlenül úgy értelmezve olvasta, szembenézni a tehetetlenségünkkel. Na. De hasonló, tehát nekem az is tetszik, tehát tőlem aként is lehet majd forgalmazni egy második kiadást. Ez megint provokáció. Szóval, hogy igen, nem affektális, de nekem ez nem innen volt érdekes. Ebben van egy önironikus gesztus, az nagyon fontosnak tartom itt ezen a ponton is jelezni, hogy nagyon széles gesztikulációval élt sok ponton ez a szöveg, legalábbis amikor beszélgettem a szerzővel, ő nekem erről vallott. És ezek a széles gesztusok, vagy ez a fajta gesztikuláció, ez mindig önironikus. Olvasás segítő instrukciók, itt elrejtve a beszélgetésben. Tehát ilyen a cím, és ebben a pillanatban most például eszembe jut, és egyáltalán nem akarom semmilyen más könyvvel, más szerzői szándékokkal összehasonlítani ennek a könyvnek a szándékait, de eszembe jut Bánki Györgynek talán sokan ismerik a Narcizmus könyvét, aminek az a címe, hogy a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról. Ugye ez egy nagyon izgalmas játék, nagyon sokszor forgatja ki saját magát, és teszi irónia tárgyává, és közben meg valamiről nagyon demonstratíven és nagyon igaz módon szól is maga ez a performáció. Tehát ez egy performatív gesztus. És akkor most mondom a prózait. Nem vagyok jó címadó, hosszan tudok arról is beszélni, de nem vagyok jó címadó. Ezt a kötet is tartalmazza ezt a problémát. Így van. És nem is tudom, hogy itt ül-e, talán épp nem ül itt, de mint az előbb láttam volna a barna kabátját elsuhanni az ajtó mögött, kiadom és szerkesztőm. Ő nagyon jó címadó, és többször... Hát jelezte már nekem a korábbi köteteimnél is, hogy azért a címadásban van egy marketing fogás érték, is, igen. És egy marketing érték, és ezt nem úgy adunk címet, mint egy novellának vagy egy regénynek, vagy nem feltétlenül egy kötetnél, az is fontos, hogy a regénynél inkább, mert ugye az kerül ki a gerincre, de az nagyon fontos, hogy amikor ott van a
könyvesboltban az ember előtt a gúla, akkor leemelje. Tehát a címre így is kell és tudni gondolod, hogy ez egy vonzó cím, hogy nézzünk szembe a tehetségtelenségünkre? Ez olyan viszketeg, ez sokakat zavar, de jó eséllyel itt meg is célozza, megint láttam ezt a kabátot elsuhanni, lehet, hogy ő másként emlékszik a történetre. Tehát ilyen értelemben kiválasztja az olvasóját, ki az, aki bátor annyira, hogy utána nyúljon ennek a kellemetlenségnek, ott a gúla előtt. Tehát igen, tehát ez mindenképpen benne van. Egyébként a történet igazságához az is hozzátartozik, hogy 18-25 címet küldtem át neki, és erre bökött rá. Úgyhogy ilyen és volt benne pozitív is, volt benne olyan cím is, amilyen pozitív dolgokra utal, vagy pozitív felhangú? Erre nem emlékszem. De azzal, az a mankója... Nem véletlen, biztos, hogy nem volt. A kötet alapján nem lehetett. Az a mankója, és azzal szoktam meg támogatni, megsegíteni a főcímet, hogy oda vigyeztem az alcímet is, mert van neki alcíme, az egy kicsit jobban hátkalauzolja az olvasóját, írások az írásról. Ugye, és akkor hirtelen képbe kerülünk. De ha ez kerül neki a borítóra, akkor ez valószínűleg érdektelenebb, tompább lenne. Egy műfaj meghatározás, vagy egy, hát ez nem is annyira műfaj meghatározás, az talán nem olyan érdekes. Jó, de mit jelent ez, hogy affektál egy cím? Az affektál, az nem egy pozitív nem, hát dolog. Nem, hát ez, de az sem feltétlen baj, hogyha a minősítő jellektől a játék kedvére egy pillanatra elvonatkoztatunk. De alapvetően persze, ha a szótárban nem néztem utána, a pejor pont az ott szerepel előtte valószínűleg. Nem baj. Tehát affektáljon csak az a fajta smokingba öltözött csokornyakkendős fejlámpával a színpadon megvilágított konferencié jut eszembe, az a csipolai figura, aki nagyon szélesen gesztikulál, aki nagyon túlartikulálja a mondandóját, de éppen ettől be is vonza a figyelmet. És egy ilyen egy ilyesfajta nincs hagyományos értelemben vett elbeszélője ezeknek a szövegeknek. Ezek pici, inkább szórakoztató, jópofa szövegek szándékoznak lenni, amik mégiscsak bevisznek valamennyire az írásnak a erdejébe, útvesztőibe. De annyiban meg mégiscsak van, annyiban talán összefogja ezeket a szövegeket, hogy hasonló a beszélő, és az valaki, ilyes valaki. Egy ilyen talán nem is feltétlenül szimpatikus, és mégis szórakoztató. De most én, mint olyan olvasó beszélek, aki régen olvastam ezt a szöveget, egy-két évvel ezelőtt, és ezek az emlékeim. Jó, mi lenne, hogyha a címadó eszét elolvasnád, felolvasnád, hogy kapjanak az itt lévők egy kis ízelítőt abból, hogy mit is nevezel, hogy is nevezed, humoros? Na, nézzük. Na, majd lelepleződik itt. Semmi nem volt igaz abból, amit eddig mondtam. Egyébként a 124. Igen, jó, megvan, 124. Puskáztam. Akkor ez egy teljes szöveget fel fogok olvasni, de ne rettenjenek meg, mert rövid lesz ez is, mint a legtöbb. Tehát szembenézni a tehetségtelenségünkkel. Nem a legkönnyebb feladatok közé tartozik, de hát mit csináljunk, érdemes néha ezt is gyakorolni. Talán valamelyest igazságtalan voltam a címben szereplő témaexpozícióban. Elég, ha első körben arról merengünk, mennyiben és miként végesek a képességeink. Az érzés, hogy végesek, többnyire a műbefejeztével tör ránk, illetve akkor, amikor szembesülünk bírálóink alávaló igazságaival. Egyszerre látható, tapintható lesz az eladdig beláthatatlannak tűnő szellemi birtokunk határa. Elsétáltunk a végéig, nincs tovább. Azt hiszem, a legtöbb ember nem szívesen sétál képességeinek a határvidékén. Rég járt arra. Lehangoló. Szembesülni fog a koszlott, elrozsdált kerítéssel, a széttúrt veteményessel, a rengeteg munkával, ami vár rá, és amit talán nem is gondol már elvégezhetőnek. A széleken mindig van valami, ami szembesít a gyerekkorunkat idéző tájakkal. Az elhaigált tárgyak, a kiégett bokrok és terméketlenül porzó homok olyan érzést kelt, mint az egyszerre rég elfeledett, ugyanakkor lelkünk mélyén nagyon is jól ismert képek formái. Ez lényünk forrásvidéke. Amikor felkönyöklünk a kerítésre és unottan kibámolunk a túlnan táruló tájra, pontosan tudjuk, hogy az a világrész nem a miénk. Mi oda nem térhetünk ki, azok a paradicsominak feltűnedező lankák nem a miénk. Földjét soha nem művelhetjük, és egyáltalán semmi módon nem rendelkezünk vele.
De lehetett volna ez másképp is. Ha a kerítést nem ide verjük le annak idején, vagy nem ezt a területet örököljük. Búskomor érzés bévül rekedni önmagunkon, önmagunk kertjének fogjává válni. De hogy alakult ilyenné a helyzet? Az alkotói pályához mindig szükséges némi becsvágy. Ez a jellemvonás önmagában nem megvetendő. Ne feledjük, hogy a becsvágy duzzasztja minden tudósnak és minden alkotónak a kebelét. Mondhatni, ez szükséges a kultúra ápolásához. Csak hogy a becsvágy egy rakoncátlan jószág. Folyamatosan etetni kell, kedélye rapszódikus. Ha elégedetlen, egyszerre ugat, nyávog és harap, nem egyszerű domestikálni. Tulajdonképpen nem is lehet. Gondoljunk az élsportolókra. Az életpálya modell hasonló. Bár a küzdelmes életnek kétségkívül önmagában is megvannak a pillanatnyi örömei, ám nehezen tudnánk eltagadni annak a belső féltitkos vágyát, hogy egyszer elsők legyünk. Ki akarna harmadik vagy másodvonalbeli költő lenni? Harmad vagy másodvonalbeli. Aki verseket ír, az a világba akarja beleírni magát. Márpedig sokan írnak verseket, és sokan írnak nagyon jó verseket. A válogatottak óriási tömegéből kiemelkedni, nemhogy világszinten, de még adott nyelven belül is, majdnem lehetetlen. Egy évtizedben talán egy embernek sikerül. A küzdelmesség, ennek lassú belátásától fogva, gyötrődés lesz. Elviselhetetlen mérvű keserűség, fájdalom és szembesítettség. Jó, itt csináljuk a kedélyeket. Kicsiny hazugságainkba leszünk kénytelenek kapaszkodni. A pálya neki lejtett, a bíró neki fújt, az öltözék nem volt megfelelő, a kondicionáltságom épp aznap elhagyott, és a többi. Az éjszaka váratlanul felébreszt minket, nem fogunk tudni már visszaaludni. Mélységes magányunkban, csöndes perceinkben fellebbezhetetlenné válik a tudás, kevesek vagyunk. Vagy legalábbis többek akartunk lenni. Magasabbat akartunk ugrani, jobb könyvet akartunk írni. Föllapozzuk legutóbbi kéziratunkat, vadul olvasunk, aztán letesszük az asztalra, kerülve a teátrális haigálást, és arra gondolunk, bárcsak más is eszembe tudna jutni, mint ami eszembe jut. Ezt a legjobbak is elmondhatják magukról. Tudásuk tetemes, érzékenységük, mint a szeizmográf, intelligenciájuk páratlan, kalkulatív képességük nagyszerű, ám mindez csak egy becsületesen összekalapált művészi teljesítményre ad lehetőséget, többre nem. Adódik ilyenkor egy másik nehézség. Mint oly sokszor kifejtettem már, az írói pálya kérdése életpálya kérdése is. Aki például regényírásra adja a fejét, az a magányt választja, az elszigeteltséget. Konok lesz és hajlíthatatlan. Részben antiszociálissá válik, ennek következtében pedig a lelke érdes lesz, idővel göcsörtök jelennek meg rajta. A nyárspolgári szerepeket már kamaszként elutasította. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy valaki 30-as, 40-es vagy éppen 50-es éveiben, miután ráébredt féltehetségére, sútba vágja egész addigi életét, hogy visszakeresse a fiatal korában elszalasztott polgári lehetőségeit. Ahogy anyám mondta mindig, a fogkrémet nem lehet a tubusba visszanyomni. Ez volna az alkotópálya krízise. Más megoldás ilyenkor nem adódik, mint elfogadni a helyzetet. Korlátaink megtapasztalásában ugyanakkor mégis van valami megnyugtató. Nem abban, amikor mások bírálnak minket, az mindenképpen nagyon kellemetlen, ám amikor a belső csöndben, külső zajoktól mentesen szólal meg a beismerés hangja, akkor egy óriási zsák hullik le a vállunkról. Bizonyos értelemben ez a pillanat is, mint minden, ami az elengedéssel függ össze, hasonlít a halálra, amennyiben az életet egy feszültségnek gondoljuk el, amely ilyenkor egy csapásra megszűnik, átbukunk a könnyű lebegésbe. Először is, hamar be fogjuk látni, hogy minden ember önmaga tudati zárványában él. Minden teremtő erő korlátos. A korlátai ugyan más földhalmot különítenek el, másfajta vidéket alkotnak, más terem meg rajta, más a szépsége és más gondokkal gyötri művelőjét. Épp ezért a viszonylagosságok ilyetén tágasságában értelmetlen a minőségi összehasonlítás. Mindenki végezze a dolgát a legjobb tudása szerint. Ennyi mondható. Ennyit azonban mondani kell. Hogy melyik földművesből lesz aztán országos termelő végül paradicsom exportőr, az mindegy. Azok már külsődleges kérdések. Itt vannak például ezek a kis esszécskék. Nagyobb munkáim kísérő szövegeiként születnek, most már a második szériában. Kedves kis játszótér ez nekem.
Szeretem, ahogy gondolati pályájukban felismerhető az azonos eredő, ahogy játékos kis kacskaringóik hasonló mintázatokat hoznak létre, ahogy trópusaik, költői alakzataik egymásba fonódnak, és hogy talán a kitartó olvasókat is, akik a végükre érnek, hasonló érzésekkel ajándékozzák meg. Ugyanez viszont a vesztük is. Ötletköreik szövegről szövegre szűkülnek, nyelvi leleményeik, ha még van is bennük erő, egyre erőtlenebbek, ahogy lassan kialakítják önmaguk poétikai zárványát, ahogy írás közben zsugorodnak, és mint a bilincs lassan készfejemre szorul a lelemények birtokának külső kerítése. Tudni kell együtt élni a bénultságunkkal, már csak azért is, mert nem biztos, hogy rajtunk kívül lesz bárki más, aki együtt él majd vele. Írjon hát mindenki tovább, nyugodtan és békében, tehetsége szerint. Köszönöm, hogy felolvastad, tehát hahotáztunk. Annyira vidám szöveg, és ez még nem is a, és ez még nem is a sokkal szomorúbbak közül való, mert az is van benne. De az egyik fő vonulata az eszégyűjteménynek az egyébként pont ez, hogy belelátni valahogy az írói lét nehézségeibe, meg egy író agyába, hogy mi foglalkoztatja. Például van egy kifejezés, ami nagyon hangsúlyos, ez a doppelganger, tehát hogy is van ez, tehát hogy az író az feltétlenül kialakítja az írói, az alkotói énjét, ami elválik a hétköznapi énjétől? Most nem tudom, ez implicit utalás az egyik szövegre, nem, a tudatállapotváltások nehézségei az éppen erről szól, hogy hát... Ugye, mint tudjuk elődeinktől, hogy az író egy ürge, nem több. És hát általában a polgári minőségében szoktunk vele találkozni. Van neki egy ilyen énje is, de válaszolok a kérdésed. És van egy teljesen világtól elszigetelt énje, azzal nem nagyon szoktunk találkozni, mert természetéből adódóan azzal nem nagyon lehet, ha csak nem rátörjük a lakássajtót. Azt az írás alakítja ki. Tehát az írói identitást, karaktervonásokat, azt az egységet, vagy azt a konglomerátumot, ami a személyiségi jegyek összességévé válik, azt az írás alakítja ki. És itt van egy ilyen oda-vissza játék, hogy például milyen műfajt választ az ember, amiben aztán az egész pályáját képzeli el, az visszahat a személyiségére. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ezen biztos sokan gondolkoztak már, költő vagy prózaíró, és akkor differenciáljuk tovább, hogy a próza esetében rövid fesztávú szövegeket ír, mondjuk novellákat, tárcákat, vagy nagyon vaskos regényeket. Ugye egészen más életvitel kell mondjuk egy 800 oldalas regény megírásához, mint de egy... miért? Hát most gondolj bele, hogy egyetlen egy gondolatban kell benne ülni 8 évig. Az más, mint azt szokták mondani, hogy verset lehet zuhanyozás közben is írni. Ezt úgy teszem hozzá némi de bocsánat, gúnyal, az, hogy én verset jó, nem írok. Csak azon gondolkodtam, hogy megírni egy művet, most hogy az 5 perc vagy 8 év, nyilván nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, de magát a megfigyelést, tehát azt az életmódot nem változtatja meg, hogy ugyanúgy szüksége van a költőnek is arra a fajta figyelő attitűdre és életmódra, amire a nagyregény, családregény szerzőinek is szüksége van. Tehát ilyen értelemben nagyon sok közös is van benne, persze, csak olyas, mint a hosszú távfutó, meg a rövid távfutó, mondjuk ez egy eléggé... Várjál, mert ebben neked igazad van, és a figyelem szerkezete az lehet, hogy hasonlóan működik, bár még egyszer mondom, tehát azon a kontinensen még nem jártam soha, de egészen más lesz az életmódod, akkor, hogyha verseket írsz, mint akkor, hogyha évekre el kell tűnnöd. Várjál, olyanról beszéljünk, amit személyesen lehetett, mert verseket talán kevésbé írtál, vagy nem tudom. Azt mondom, hogy nem. De rövid szöveget, eszét igen, novellát igen, regényt igen, ezeket mind írtál. Kritikát is írtál, szóval sok mindennel foglalkoztál. Hogyha most magadra gondolsz, akkor hogy tudnád velem érzékeltetni, aki egyiket sem írt még, hogy milyen voltál te, amikor novellát írtál, és miben különbözött az életmódod akkor, amikor regényt? Jó, ez egy nagyon jól megragadható, jól körvonalazható ilyen differenciálás. A novellát, tárcát, kritikát, esszét, azt mondjuk én tudok Pesten írni, pesti illetőségű vagy, vagy székhelyű vagyok, mármint budapesti, konkrétan most budai, és azt lopott másfél-két-három órákban, akár egymást követő napok lopott két óráiban meg lehet csinálni. Tehát
De persze itt alkati különbségek is vannak, van, aki jobban ki tudja zárni a külvilágot, van, aki kevésbé, én mondjuk közepesen, nem tudom. És az lehetséges, most már egyébként főleg novellákat, esszéket, novellákat főleg most már csak azokat nem is tervezek inni, azokat, hogyha kérik, akkor írok, azért nem vonulok el vidékre. De mondjuk, és ez egyébként, és akkor itt nyitok egy zárólet, ezeket a rövid esszéket azért kezdtem el írni, hogy a regényírás ki tudjam pihenni, és tudjam hasznosítani a Budapesten adódó pár órányi lukakat is. Mert, és akkor itt jön a másik fel, a regényírás, hát az iszonyatosan gyötrelmes, és most ezt hangsúlyozom ki, nyilván megvan a maga szépsége minden egyéb, az elmerülés egy tágas univerzumban, gondolom, mint amikor a gyerek legózik napokon át, de az nem lehetséges, hogy közben azért picit kiszaladok szociális életet élni, kicsit közben újságot is olvasok, meg elmegyek moziba, meg ordít a gyerek, meg mit tudom én nem tudok visszazökkenni 20 percenként, nekem akkor kell mondjuk minimum egy hét, és akkor napi 8-10 óra. És akkor tudom, először is hát föl kell venni annak a ritmusát. Tehát behív a szöveg, van, hogy két nap mire vissza tudok ebbe költözni, és beszéltem sok kollégával erről, 60 pluszos nagy rutinnal rendelkező profi íróknak van, hogy ez inkább 2-3 hét. Tehát mondjuk egy rezidenci ösztöndi első fele azzal megy el, hogy így visszahelyezkedjen az adott szövegbe. Mondom, ezek a nagy fesztávú szövegek. És akkor itt visszakanyarodva, csak röviden, nem akarok nagyon a saját szavamba vágni, hogy te mit is kérdeztél? Életmód, a személyiség, meg a figura. Igen, tehát ez visszahat. Tehát ez visszahat arra, hogy milyen ember leszel. Rendszeresen el kell vonulnod, hát ilyen ja, nagyon magányra, meg hát persze, hát rendszeresen el kell vonulnod, és akkor kialakítod azokat a klauzúrákat az életedben, hogy hetekre, akár hónapokra, hogyha ezt az életed megengedi, elvonulsz vidéki kis házikóba, vagy rezidenci, vagy bármi, hát az a lényed része lesz. Hát az nem, az ráíródik nagyon keményen a személyiségre. Jó, de ez ott marad, vagy amikor visszazökkensz aztán a hétköznapokban, mert lezársz mondjuk egy ilyen nagyobb szöveget, akkor ez mindez ott marad valahol vidéken, egy másik énben, ami az írói én. Igen, de közben sokkal kevesebbet borotválkozik az ember, pocakosodni kezd, mert nem figyel ezekre a külső dolgokra, rosszabb esetben hangokat is kezd hallani, és ezeket már visszahozza a városba. Tehát akkor megint kell neki némi akklimatizációs idő, de vannak olyan ráíródások a személyiségre, amik ott maradnak, amiknek nyoma marad. Nem tudom, önök közül ki az, aki mondjuk közelebbről ismeri Nádas Pétert, hogy egy ismertebb szerzőt említsek, aki hát egy életre elvonult, ugye előbb Kisorosziba, aztán Gombosszegre. A vele való beszélgetésnek minden levegővételében érződik ez a távolság, ez a magában levés, és ilyen meditatív, és az emberektől szerintem eléggé eltávolodott, és ez megint nem minősítő jelleggel mondom. Szóval, hogy ő rajta ezt jól le lehet kottázni, jó érzékelhető mindenki számára. De neked szükségszerű rossz a hétköznapi élet, vagy így jó, hogy van ez is, az is? Így jó. Tehát én ezt a billegést szeretem, mert mind a kettőben van jó. Tehát primér dolgokra is lehet gondolni, tényleg maradnék a gyereknek a Lego játékánál, mert ugye az talán azért, azt mindannyian ismerjük, és ott, ha még megvannak erről az emlékeink, ugye ott egy burok képződik a gyerek körül, és tényleg egy lényegében egy zárt világban időn és tér szelvényeken vagy zárványokon kívül éli az életét, vagy legalábbis egy másikban, és ez csodálatos, de onnan vissza kell jönni. Tehát ott nem lehet maradni. És akkor visszajövünk, akkor emlékeink lesznek arról, hogy milyen is volt ott, távoli emlékeink, hogy az, ami eufórikus időn kívüli, vannak még más ilyen eufórikus élmények is, a maga nehézségeivel együtt. És akkor meg itt egy picit, akkor hát itt van a rögvalóság, akkor számlákat befizetni, meg a kocsit szervizbe vinni, és a többi, és vágyik vissza az ember abba. Én még azt is megfigyeltem magamon, hogy más az ízlésem például, amikor már kajában. Mást eszel, effektíve mást eszem, amikor mondjuk a kis erdőszéli kaibánban vagyok, akkor más szeretek, vagy legalábbis megeszem jó ízzel azokat a dolgokat is, amikről azt gondoltam, hogy nem szeretem amúgy. És amikor Pesten vagyok, akkor már újra eszembe jut, hogy nem szeretem, és akkor már nem szeretem.
Ez nagyon érdekes, hogy ennyire módosul a személyiség, legalább ilyen átmeneti. Na jó, de van egy másik vonulat ennek az eszélygyűjteménynek, és ezt udvariasan kikerülhetném, de nem akarom kikerülni, mert nagyon sok sérülés van benne, tehát, hogy, és sérelem. És a sérelem az irodalom működésével kapcsolatban, a lehetőségekkel kapcsolatban, a feje tetejére állt és a teljesítményt kevésbé díjazó világgal kapcsolatban. Most olvashatok én föl egy kicsi részt? Már publikus, bárki olvashatja. Jó, csak hogy nem te olvasod föl, hanem én. Tehát, hogy az a címe, mert ez is sokat elárul, a vége felé van a kötetnek, hogy abba hagyni az írást. És ebben az eszében, amit most nem fogok végig felolvasni, mert ahhoz hosszú, ez kicsit önéletrajzszerű. Tehát, hogy így indul, hogy 13 éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy az írásnak szentelem az életem. Megemlítésre kerülnek olyan szerzőtársak, akik pályaelhagyók, akikre nagy tisztelettel gondol a szerző, de szeretném összefoglalni egy pár bekezdés segítségével azt, hogy miről beszélek, amikor sérelmekről beszélek. Vállaltam az életre szóló magányt, vagyis az írói életformát. A polgári életemmel is ezt dúcolom alá. Pénzkeresetem szezonális jellegű, és azt szolgálja, hogy a fennmaradó időkben tudjak gondtalanul írni. Az íráshoz végül vettem egy kis házat is, ahol tökéletes nyugalom vesz körül. Az első kötetem megjelenése szerencsésnek volt mondható, legalábbis részben. Többen észrevették, véleményezték, egyesek még fontosságot is tulajdonítottak neki, itt-ott szerepeltem vele, írtak róla. A második kötetemnek, bár ezzel számoltam, nehezebb volt a sorsa. A szövegek erősen kísérletű jellegűek voltak, és inkább csak számomra fontosak, mint az olvasóknak. Tanulmányút volt ez nekem, nem utolsó sorban pedig előkészítette a nagyobb formát. A harmadik kötetem egyben az első regényem lényegében teljesen visszhangtalan maradt. Nagyon hosszú időnek kellett eltelnie, mire észrevették, és némi késéssel beszélni kezdtek róla. De ez már a negyedik kötetem megjelenése után volt. Talán ez emelte meg visszamenőleg is a harmadik ázsióját. Egy eltéstanár nagyon szerette, tanította a szemináriumán. Egy tehetséges fiatal irodalmár tanulmányt írt róla. De mondom, ezek 2-3 év különbséggel történtek meg, akkor már kim volt a negyedik kötet is. A negyedik kötet, szintén regény, végül azért kapott a többinél egy kicsivel nagyobb figyelmet, mert botránykönyvé olvasták. Vagy kulcsregényé, vagy is. Talán ezért, talán másért ez a könyv kapott egy szép elismerést is. Az ötödik könyvem, szintén regény, épp csak annyi figyelmet kapott, amit színpadi bohóckodásokkal össze lehetett csikarni. Aztán ez a könyv is kapott egy szép elismerést, ez elvitathatatlan. A hatodik kötet egy játékos kis hangoskodás volt, egy egyszemélyes hajcihő, körülbelül ennyire érdekelt bárkit is. Amikor a pályám történeti mozzanatait fűzöm fel egy szára, nem figyelemékségről beszélek, hanem arról a nagyon egyszerű kérdésről, hogy vannak-e olvasói egy könyvnek. Most csak ennyit akartam belőle felolvasni, mert ebben nagyon is benne van egy csomó sérülés, amit megszereztél ezen a pályán, és ezen például én gondolkodtam, mondjuk ez nyilván egy stratégiai kérdés, hogy mennyire akartad, hogy a sérelmek hangsúlyosak legyenek ebben a kötetben, vagy egyszerűen csak nem tudtad lefolytani őket, ha őszintén akartál beszélni. Akartad-e artikulálni a sérelmeket? Ez egy nagyon összetett kérdés, és föl kell elevenítenem ennek az eszékötetnek az írását, ami sok éven át tartott, és ez is egy regény kísérő munkálata volt, vagy munkálatai. Nehéz. Azt mindenképp, tehát nem kibudjant, tehát nem erről van szó, hogy már nagyon kikívánkozott a sérelem, hanem annál talán, most így visszahallgatva, pláne nem is a saját előadásomban, egy eltoltabb, tárgyiasítottabb, magam számára is vizsgálattárgyává tett sérelem, az valamennyire már akkorra lehűlt. Tehát ilyen panoramikusan, mint egy magaslati pontról tudtam végignézni ezen a, hát nézd most már, ez a 8. kötet, mindjárt 40 éves vagyok, most aztán, hát ez nagyjából a fele, vagy 2/5, mit tudom én. Tehát nem azért egy picit vissza. Tehát ilyen, lehet egy ilyen kis magánretrospekciót készíteni. És hogyne ebben van ez, és nem csak ebben a szövegben, én ezt meg akartam mutatni. Tehát, hogy legyen ez is, hogy ugye, bocsánat, tehát, hogy a kötet szándéka az, hogy mindent lehessen megmutatni. Tehát mindent. Mindenről lehess. Általában másokat, hát névvel semmiképpen, ha csak nem már jó régen halott. Hát azért néhol kitalálható, hogy kiről beszélsz amúgy. Tényleg? Igen. Oh-oh.
Na jó, lehet, hogy mégsem véletlen. Nem tudom, amikor nem tudom most kire gondolsz. Néhányan jó, vannak. Jó, mindegy, néhányat vissza lehet fejteni. De erősek a kritikák, tehát hogy... Szóval én azt gondoltam, hogy magamat is lehessen, meg a saját sérelmemet pellengére állítani, félreértés ne essék, itt azért az arányokat és a kontextus fontosnak tartom megint jelölni, hogy hát idősebb pályatársakkal, amikor beszélgettünk, akkor nevetgélve szoktuk megjegyezni, hogy az irodalom történet, az a szerzők sérelem történetének a végtelen hosszú sora. Tehát tehát bátran merem azt állítani, hogy itt nincs kivétel. Tehát én elégedett szerzővel Magyarországon, és mint hogy pici szakma, nagyjából mindannyian ismerjük egymást, én elégedett szerzővel még nem találkoztam. Mármint itt, hogy még egy kicsit ezen feszítsek tovább, a nagyon búskomor, az iszonyatosan indulatos és az öngyilkosságot fontolgatók skáláján mozgunk. Tehát, hogy csak hogy ezt így lőjük be körülbelül. De ez, Tök jó helyzetben vagyok. Ezt állítod, hogy ez tulajdonképp, ez nem egy egyéni probléma, abszolút, hanem nem. Hogy ez egy teljesen általános abszolút írói probléma. És ezért gondoltam fontosnak jelezni ezt a kontextust, mert így úgy beszélhetek a saját nyomoromról, hogy mindenkinek talán egy picit könnyebb lesz. Jó, most ezt szépítem, nem biztos, hogy pont ilyen szándékkal született ez a szöveg, de így utólag ez biztos, hogy benne van. De ez van. Jó szándék, mert vagy most béna lesz a hasonlat, vagy nagyon populáris, de mégiscsak, hogy kicsit olyan, mint ez a közösségi médiában való élésünk, a szépek megmutatása, és van egy csomó törekvés egyre inkább arra, hogy mutasd meg azt is, ami nem olyan szépen megbetegítjük egymást a folyamatot sikerhíradókkal, és lehet, hogy ez nem is volt célod, de kimondani a fájdalmakat, az néha nagyon erős tud lenni, és erőt adni másoknak, hogy artikulálják ezeket a fájdalmakat. Mondjuk az nagyon érdekes, hogy van egy fejezet, amelyben színészírók kategóriát állítasz fel. Emlékszel rá? Jó. Hogy elmondod, hogy kik a színészírók? Mert én olvastam, de hogy elmondod az itt ülőknek is, hogy kiket nevezel színészíróknak? Akik nagyon szeretnek a színpadon szerepelni. Tehát ott azt hiszem egy hármas kategória rendszert hoz létre ez a szöveg, a szerzetes írókat, akik ennek a skála túlvégén vannak, akik kifejezetten írtóznak az önszínre viteltől. Hát ők a mai világban nem kapnak sok olvasót. Vannak a... Nem jut eszembe a másik kategóriának. A nagyon felkészült, nagyon intellektuális írók, akik szerzetes írónak gondolják magukat, de valójában nem, mert annál sokkal becsvágyobbak. És a színészírókat, akik meg hát az orrhegyükön pörögnek egész nap, tévében, rádióban, színpadon, és néha az embernek az az érzés, hogy nem is lehet onnan őket lerángatni. Nem ritkán beszélnek természetesen mindenféle szakmai felkészültség nélkül a világbékéről, a rák ellenszeréről és egyebekről. Őket hívom jobb hiány színészíróknak. És te melyik vagy? Te színészíró nem vagy, de szerzetes író vagy? Vagy az, aki önmagát szerzetesnek gondolja, de azért nem az? Ezt a kérdésedet most szívesen elütném egy nem válaszolással. Inkább ne. Jó, ha nagyon muszáj, akkor ide középre. Vagy én egy negyedik kategóriát adom. És annak milyen nevet adnál, a Gerőcs? Nem, hát persze, tehát hogy van bennem. Azért, tehát megint ilyen nagyon insider, vagy ilyen benfentes dolgokra tudok csak hivatkozni, hogy a pálya bizonyos pozícióiról hogyan tekintenek szerzők más pozícióban lévő szerzőkre. Ezek olyanok, amik általában ezekből a nagyon baráti, bensőséges beszélgetésekből soha nem kerülnek ki, most se fognak, de csak nagy általánosságban néhány sarokpontot. Tehát, hogy azért nagyon, tehát egyrészről azok a szerzők, akik vagy az alkatukból, vagy a szövegek mienségeiből, félértésenség nem minősítő jellegről beszélek, hanem a szövegnek is van egy ilyen sok esetben akár a téma miatt egy ilyen pódium igénye, nagyon sokszor, pláne manapság rengeteg ilyet látni, és egyre több. Tehát akik ezek miatt egy kicsit elszigeteltebbek a ilyen agóra lehetőségeitől, azok két utat választanak, azt veszem észre, vagy nagyon haragszanak a színészírókra, vagy pedig rájuk legyintenek, és az hát olcsó két filléres
bulvár, vagy mit tudom én, ilyeneket szoktak mondani. De ha ezt mondják, akkor is óhatatlanul kialakul egy rossz érzés, ha nem is azért, mert nagyon szeretném magát megmutogatni, hanem egyszerűen azért, mert az önszínre vitel az végül is egy olyan kapcsolat az olvasóval, aminek köszönhetően az olvasó könyvvel találkozik. Tehát jó esetben azért a könyv, hát az a, hát most miről beszélek, marketingről nyilván, tehát hogy egyszerűen, de az a nagyon alapvető marketingről, hogy egyáltalán eljutni az olvasóhoz. És mondok akkor egy költőt, számomra nagyon kedves költő, én megkockáztatom, hogy mondjuk a ma élő költők top háromjában benne van, Szíj Ferenc. Hát nem tudom, hogy egy kötet bemutatójára hány ember megy el, hányan foglalkoztatják, mikor lehet őt látni tévében, rádióban, és hogy egyáltalán mennyire tud kapcsolatot nem ápolni, kialakítani az olvasóival, pedig ő a pályájának most már hát a, legalábbis a harmadik harmadában van. Olyan érdekes, mert azon gondolkozom, hogy persze ezt annyira le lehetne egyszerűsíteni mindazt, amiről beszélünk, hogy mondjuk ez irigység például. Miközben értem benne azt a kritikát is, hogy de nem mindenki, aki olyan sokat szerepel színpadon, lerángathatatlanul, feltétlenül szakmailag, hogy is mondjam, megalapozottan teszi ezt. Vagy, szóval, hogy mi mindezt értve az intézmény felől a kritikát, de hogy itt azért mégiscsak egyféle irigységről van szó, illetve az jut eszembe, hogy a Kalligram vezetője a Facebookon nem olyan régen kitette egy posztot, és azt írta, hogy egy nagyon jó költő, nagyon rossz kötetét olvasom éppen. És hogy erre vajon mit fog reagálni majd a kritika, hogy megmeri mondani, hogy a nagyon jó költő egy nagyon rossz, nem mondta meg, hogy kicsoda, a nagyon jó költőnek egy nagyon rossz kötete jelenik meg, vagy nem így lesz. A te kötetedben például van egy bekezdés, ami arról szól, hogy elképzelni sem tudod, hogy a 80-as években irodalmat művelők ma mit kezdenek magukkal. Mi volt akkor annyira más? Egyébként van egy Kalligram folyóiratban 2 évvel ezelőtt megjelent Sein Gábor cikk, kvázi tanulmány, ez egy nagyon kifejtős, hosszú cikk, ami pontosan ezt a kérdést vizsgálja, azzal a többlettudással, hogy ő azért akkor már aktív, vagy akkor már arra, abba belelátott, meg hát irodalomtörténész. Hát nagyon más volt, tehát ugye nem, azt akartam lehet, tudni, hogy hol tartunk. Hogy sokkal kevesebb kiadó volt, sokkal kevesebb könyv jelent meg. Tehát nagyságrendekkel, mondjuk de egy nullával. Igen, ennyire? Hát tízszeres a szorzó. Óriási a különbség. És nagyobb volt hát ennek a szakmai filterezése. Ez problematikus, hogy kit hívunk szakmának, ezzel is foglalkozik. Igen. Az egyik szöveg, hogy ki, mert nagyon sokan ugye akkor azonnal rávágják az elitista gőg vágyát arra, aki szakmázni kezd, vagy egyetlen csak hivatkozik valamiféle ilyen totumfaktumokra, pedig van szakma, tehát ezt mindenkinek jó szívvel merem figyelmébe ajánlani, megfontolásra ajánlani, hogy hát van, szakma van, működik, és ma azt hiszem, hogy sokkal kevésbé a szakma határozza meg az úgynevezett kánont, de ez bonyolult, hát mert igen. Nem tudom, hogy mennyire az, ami a láthatóságot jelenti, az mennyire ekvivalens a kánon kérdésével, mert nem tudom, hogy a kanonizáció mechanizmusa az megváltozott, ez mondhatnánk, hogy majd 30 év múlva derül ki, és lehet, hogy tök más könyvek kerülnek a kánonba, mint amik most látszódnak, tehát ezt ugye nem tudjuk. Jó, a siker az ugye nem feltétlenül a kánont nem jelenti. Feltétlenül, de akkor ez a kettő sokkal nagyobb fedésbe volt egymással, sőt, tehát majdnem, jó, azt nem mondom, hogy majdnem teljes fedésbe, meg hát nyilván volt a szocialista, realista, a nem három tésített könyvek, de azt meg mindenki tudta, hogy az melyik polcra kell tenni, tehát hogy ez ilyen szempontból talán nem zavarta, hogy is mondjam, a kánonképzést. Ezt szerintem, amit most elmondtál, ez nagyon sok területen, nagyon sok persze, területre biztos, alkalmazható modell, hogy nincs szakmai kánonteremtés. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy kell-e, mert sokan azt szokták erre mondani, hogy hát épp ez a demokratizálódás az, ami annyira fontos, hogy minél több hang előkerülhessen, cenzúrázatlanul, nem magasan kvalifikált, de együtt gondolkodó, vagy egyfelé gondolkodó emberek által jóváhagyva. Szóval
ha akarom, van ennek egy olyan olvasata, hogy hát végre kiszabadultunk, Ez, amit most mondasz, ez egy négynapos konferencia, ez a kérdése. Nem, ez egy kéthetes konferencia, mindenki erről beszél folyamatosan, és óriási kérdés, nincs még verdiktje, hanem itt azt hiszem, hogy vannak az almák meg a körték, és egymással vitatkoznak. Én ebben nem fogok de most neked kimondani. Szerintem van állásfoglalásod ebben a könyvben, a tekintetben? Vagy én kihallani vélem? Hát jó, de tulajdonképpen amiről beszélgettünk, abban ez már ilyen szorványosan meg is fogalmazódott, vagy így a közönségben ülők össze is akhatják a véleményemet ezekből a fragmentumokból, de hát persze, tehát hogy én a social media jelenlétét, mert tulajdonképpen arról is beszélünk, hát igen. Az maga a demokratizálódás, amit én történetileg egyébként nem a social médiát, nem a technológia történetről beszélek, hanem a népszerűség alakulás történetéről, az új időkről, vagy nem tudom, az a kereskedelmi tévékkel kezdődött szerintem a 90-es években inkább, amikor hirtelen a láthatóság kérdése a szakmaiság kérdésétől hát majdnem teljesen külön vált. Nekem vannak emlékeim arról, szerintem az itt ülők legjavának vannak emlékei arról, amikor még szerkesztett műsorok mentek a tévében. Erről meg te tudnál nagyon hosszan mesélni, de hogy tehát nem az volt, hogy celebek párna csatáznak, és 4 percenként reklám van, ami fél óráig tart. Tehát bocsánat, tehát azért ilyen nagyon triviális dolgokról beszélek. És ez, hát, hogy is mondjam, más a brandinge miatt manapság, tehát teljesen nyilvánvalóan. Ez nem zárja ki azt, hogy aki híres, az szakmailag is elismert, vagy jó lehessen, de hát mondjuk azt, hogy itt a véletlenszerűség koincidenciája működik, tehát nem zárja ki, de hát, hogy oké. Azt nem tudom, hogy ez egy olyan cirkusz, amiben akkor se vennél részt, ha képes lennél rá, vagy egy olyan cirkusz, amiben azért, ha úgy alakulna, bár némi megvetéssel, de vállalnál ezt nem tudom. Szerepel. Tehát ezt nem tudom, ez egy párhuzamos valóság. Nyilván bele vagyok zárva a saját alkatomba, ami hát olyan, amilyen valamennyire képessé tesz arra, hogy de nagyon kismértékben. Tehát egy időben én azt hangoztattam, hogy én erre nem vagyok képes. Aztán rájöttem, hogy nem bizonyos képességeket ezen a téren el tudok sajátítani. Kicsit abszurd az az irányban, hogy most meghatározom, hogy mennyire vagyok ügyes a önmarketingelés, vagy önbrandingben, mondjuk egy 10-es skálán mondjuk 4-es, vagy 3-as. Tehát, hogy tudok sokkal szerencsétlenebb helyzetben lévő kollégákat is. Nem panaszkodom, mert még egy dolog, tényleg sok válaszom van a kérdésére, nagyon összetett kérdéseket teszel föl. Ezt a szöveget, az abba hagyni az írást, pontosan emlékszem, azt egy krízis is iratta velem. Máshogy mondom, akkor, amikor ezek a szövegek születtek, 3-4 éven keresztül vonom kísérő munkája volt az előző regényemnek, volt egy éves szakasz körülbelül, amikor hát bele spirálozottam egy ilyen krízisbe. Ettől sem szabad megijedni, bár nagyon ijesztő ez a bespirálozódás közben. Vagy de mi a krízis? Hogy semminek nincs értelme, hogy tök mindegy, hogy tényleg egy olyan dologra tettem föl az életemet, aminek de facto nincsen értelme. És ez teljes meggyőződés, tehát ebben nincsen cirkusz, ebben nincsen magamutogatás, ez nem egy teátrális gesztus, ez egy nagyon mély belső hang, és egy totális meggyőződés. Azt, hogyha ez magánéleti jellegű lenne, akkor mindenképpen a depresszióhoz hasonlítanám, miközben szerintem nem vagyok egy kifejezetten depressziós alkat, de ezt is, tehát hogy tessenek érteni, tehát hogy ez kötelező, ez nem megúszható. Az alkotó ember nem úszta meg ezt a spirált? Nem lehet, ez időnként, és szerintem nem csak az irodalomban, tehát a képzőművészetben, zenében ez kötelező. És akkor, hogy még egyet csavarjak az egészen, még egyszer mondom, kicsi szakma, mindenki ismer mindenkit, így módon egyébként ismerek olyanokat is, akiknek ebből a tortából a legnagyobb szelet jut. Ők is rettenetesen keserűek, időnként depressziósak, egészen más problémáik vannak, szóval, hogy ez is van. Tehát ezek nem megúszható dolgok. Gondoltam, hogy akkor állítsuk ki őket, dobáljuk meg színes festék, akár. Amit a cím sugal, hogy szembenézni, itt nem csak a tehetségtelenséggel, de vannak ilyen nagyon markánsan kimondott szembenézések. Az egyik fejezet végén például a szerkesztőkről értekezel ebben az esszében, és az utolsó bekezdés az a saját magad elemzése, szerkesztői
képességeid elemzése, és tulajdonképpen a semmienség az a szó, ami meghatározza ezt a gondolkodást. Tehát, hogy én ilyen semmilyen szerkesztő vagyok, írod le ebben a részben, de ami ennél szerintem még érdekesebb, és az már úgy szöget ütött a fejembe a gondolat, hogy ezt vajon miért, vagy hogy amikor kritikákat írtál, akkor szereptévesztésben voltál, és kvázi bocsánatot kérsz ebben a kötetben a szereptévesztésért. Egy picit bocsánatot kérsz. De mi abban a szereptévesztés, hogy az ember, ha írás tudó kritikákat is ír? Hát én azt gondolom, hogy mondjuk 200 méteres síkfutó vagy 100 méteres, és a célban te mondod meg, hogy ki volt az első. Szóval, hogy a pályatársakról, de ezt mindig csinál, ez a magyar irodalomnak egy sajátja, ez más nemzeteknél nem feltösőt. Jellemzően nincs így, a kritikus, az író meg az író. Itt ez nem tudom pontosan milyen irodalomtörténeti okok miatt, hát összekeveredik, összecsúszik. Nem biztos, hogy szerencsés, mert nagyon nehéz utána az elfogulatlanságnak és a, hát ennek a intakt tisztaságnak a, hogy is mondjam, szóval, hogy ezt magunkénak tekinteni, miután megírtuk a kritikát a pályatársról. Ha pozitív, az azért lesz gyanús, ha negatív, azért lesz gyanús. Nagyon ritka, tisztán elemző kritika, meg abba se hiszek, tehát azért kell valamilyen viszonyt, legalább a kritika végén a meglévő viszonyt jelezni. Szóval, hogy hát egyszerűen ezért. Sokan ezzel nem értenek egyet, tudom, sőt van egy nagyon kedves barátom, aki hiányolja az én kritikáimat. 10 évig írtam kritikákat, akkor aztán kb. 10 évvel ezelőttig, akkor elhatároztam, hogy többet nem. Amiket most, ha belegondolok, ez már nem is igaz, most megint írok kritikákat, csak nem küldöm el folyóiratoknak, hanem mert hogy annyira mindegy, támad egy. De akkor mit csinálsz? Fölteszem a saját Facebook oldalamra, és ennyi, de hogy azokról se gondolok nagyon sokat, egy olvasói benyomás, amit egy kicsit jobban kifejtek, de... Igen, ez egy nagy ellentmondás, mert most 2 ilyet is csináltam. De miközben leírtad évek, nem tudom, mikor írtad az eszét. Nem, igen, szóval... Ja, egyszer ja. Leszámoltál vele, de aztán igen, mégsem. Hát ez egy pici visszakalandozás, de nem gondolom azt, hogy újra kritikusi pályára léptem. Szerintem tényleg nem is kifejezetten gondolom vissza. Volt 1-2 kritika, ami szerintem fontos volt, de amúgy nem. Nem gondolok ezekről többet. Szóval egyszerűen ezért, tehát hogy az egy másik fókusz, egy másik tekintet, irány, hát ezek hogy keveredjenek össze? Tehát a felhasználó meg a szerelő, tehát hogy más, mondjuk a mosógép felhasználója meg a szerelője, vagy az nem ugyanaz. Tehát ez van, egy... Jó, van még egy irány a kötetnek, amit nem szeretnék semmiképpen, hogy kimaradjon ebből a beszélgetésből, és ezért foglak arra megkérni, hogy a novella írással kapcsolatos eszét, ami a 64. oldalon van, hogy annak Léci olvast föl az első 2 oldalát. Én nagyon szeretem ezt a szöveget, azért ezt választottam. De odaadom szívesen. Mert be is jelöltük. Hát igen, ott, ahol van az az X, mondjuk legalább addig Léci. Aha. Az a címe, hogy a novella írás. Egy jó novella első mondata körülbelül olyan hatást vált ki, mintha 5 perc késéssel érkeznénk a moziba. A kisepikai műfajok legfőbb ismerve nem a szűkre szabott terjedelem, ez inkább következmény, hanem a szerkezeti sűrítés. Ez is pontosan, na, nem megy az olvasás, ezt is pontosan és jól kell értenünk. A szerkezeti sűrítés nem okvetlenül az elbeszélői minimalizmus vagy a mészői szikárságú stilisztikai irányába kell, hogy vonzza a mondatírást. Nem. A sűrítés elsősorban a kihagyásos szerkesztési elvet jelenti. Képzőművészek számára ismerős lehet az úgynevezett kroki műfaja. Kezünkben ceruza, előttünk papír, mögötte a modell. A feladat egyetlen vonallal megragadni a testtartást, a dinamikát, a mozdulatot, hova tovább az egész karaktert. Ne feledjük, csupán egyetlen vonal áll rendelkezésünkre. Nem firkálhatunk csak úgy átabotában. Mivel kezdjük? A háttartás, a gerinc vonala a kézenfekvő választásnak tűnik, de nem biztos, hogy minden esetben ez a legcélra vezetőbb. Lehet, hogy esetünkben a váll és a kar, a lábak és a hasvonala fogja hordozni az ismeretlen lényeget. A kiválasztás tehát nagyon fontos. Igen ám, csak hogy a kiválasztással egyben el is utasítjuk a kevésbé lényeges dolgokat. A novellára tehát a meg nem jelenített részletek tágassága a jellemző. Ez ugyanannyira igaz egy karakter ábrázolására, mint egy helyszín, egy cselekmény mozzanat, egy táj vagy egy szag megragadására.
Bodor Ádám ennek az egyik nagymestere. Az elbeszélői módozat természetesen illeszkedik az elbeszélt esemény sorhoz, ebből adódóan ez tehát sokféle lehet, de bármilyen legyen is a választott módusz, az elbeszélő mindig csak két ujjal csippenti fel a leglényegesebb közölnivalókat, amelyeket tehát az olvasónak kell fantáziájával kiegészíteni, de sietve, mert a sűrítésnek köszönhetően már sorjáznak a további részletek, és ha az olvasó fantáziája lomha, nem tudja felvenni az elbeszélés bakugrásainak az iramát, tehát lemarad a cselekményről, késik a moziból. Mindebből más is következik. Ha egyetlen vonal áll rendelkezésünkre az ábrázolandó dolog megragadásához, akkor az a dolog óhatatlanul elnagyoltá válik. Ez is a novella sajátja. Pályakezdő, de már nem teljesen rutintalan szerző gyakran siklik bele a szatirikus ábrázolás strandvizébe. Ha már ráérzett a műfaj néhány főbb jellemzőjére, ez az otthonos ábrázolásmód mindegyre elvonza a tollhegyét. Elnagyol, karikíroz, egy idő után pedig figuráit és világát már csak kikacagni tudja. Te idáig jelölted, úgyhogy idáig olvasom fel. Jó, de olvasatot akarod, csak hogy idáig jelöltem, mert nekem ez azért tetszett nagyon, mert hogy ugye behoztad a képbe az egyvonalas rajzolást, az ember megérti, hogy a novella hogy sűrítés, hogy kihagyás, és ez azért fontos, mert ebben a kötetben több ilyen típusú esszé is van, ami sokkal kevésbé személyes, vagy sokkal kevésbé ezekre a rendszer szintű problémákra reflektál, hanem a szakmára. A novella írásra, a regényírásra, a családregényírásra, a címadásra, stb. És ezek valahogy ilyen szépen kiegészítik egyébként a többit. És gondolkodtam ezen, hogy ez tulajdonképpen egy összefoglaló, mert az ember élet útjának felén az ember összefoglalja, hogy mit tud erről a szakmáról, és ezt meg kell osztani, amit ő tud. Egy tanfolyam vázlata, hogy hogyan neveljünk írókat, vagy egy olvasóképzés. Egyszer megkérdezte valaki már, még nem volt kint a kötet, de már kész volt, hogy ebből meg lehet-e tanulni írni. Valamit egyébként szerintem meg lehet. Szóval én azt fogom azt mondani, hogy vagy írni, vagy olvasni, de valamelyiket meg lehet belőle jobban tanulni. Hát ennek én mindenképp örülök. Én behozok egy ilyet, hogy ez nemrég jutott eszembe a könyvvel kapcsolatban, de aztán visszakanyarodok közvetlenül is a kérdésre, hogy az interaktivitás. Tehát nekem itt ebben a kötetben, ez egy játék, tehát azt mondtam kiheverni a nagyforma nehézségeit és fáradalmait, ez egy ilyen játszótér volt nekem. Nyilván fontos volt, hogy ne csak, de nem, tehát hogy azért más is el tudja olvasni, de ez egy kikapcsolódás, egy játék, egy könnyedség, egy nagy levegővétel, mondom a regény közben és után. És igen, de közben nagyon eltávolodok, mert hogy igen, és az interaktivitás, hogy azt is tudni megengedni valami módon, hogy azt érezze, tehát belekomponálni az eszékbe valahogy az olvasót, hogy azt érezze, hogy együtt megyünk végig ezen a tanösvényen, hát konkrétan az utolsó szöveg az egy regény kezdemény, ami végül is a elbeszélő, vagy kicsoda ki a házi feladatnak annak a befejezését, az eddig tanultak alapján az olvasó számára, és közben is ugye... De kommentálja a szerző a saját szerzeményét. Hogy ez most miért volt egy rossz elbeszélő rossz döntés, vagy ez most miért inkább emígy, miért nem amúgy. Tehát, hogy ez egy ennyiben, ezt teszteltem ki, hogy ilyen interaktív akar lenni. És ugye azt mondta, hogy ketté válnak a személyesebb, meg a hát... Igen, szakmai tárgyalásosabb. Abszolút, és ugye erre reflektál is a szöveg, hogy hát ez a kétféleség van. Én ezt itt találtam meg, hogy nem tudom miért, tehát hogy ez nekem ez a kétféle gondolat, hogy én mit élek meg, és akkor az a szakma mienségére reflektál, illetve ami valamennyire átadható, vagy artikulálható tudás a szakmával kapcsolatban, és amire nekem már van rálátásom, vagy amennyire birtokomban van, arról beszélni. És itt ez egy alkati dolog is szerintem. Én azért, én engem nagyon érdekel, általában egyébként a mosógép is, hogy működik. Én nagyon szeretek szerelni, bütykölni, engem nagyon érdekel a dolog, a minden dolgoknak a szerkezete, és hát minthogy egyébként így erre sodródtam a kisgyerekkoromban, hogy irodalom és hogy írással fogok foglalkozni, ez is ilyen, ebben a értelemben mosógéppé vált maga a szakma, tök jó szétszerelni, összerakni, és ezt hírül adni, megmutatni, hogy ez egy milyen érdekes játék, ez egy részen. Két dolgot szeretném még kérdezni, hogy
jól emlékszem, hogy azt írod benne, hogy az esszé a legszabadabb műfaj, tehát a legnagyobb szabadságot adó műfaj. De miért? Mert az nincs annyira formailag kötve, vagy nincs olyan szabályrendszere, vagy miért? Azt tulajdonképpen tágasabb, most a kis, kifejezetten a kis formátumú, hát ami ez, fesztávú. Nem? Tehát ezek a rövidebb. Igen, csak tehát a regényt azt itt kivenném ebből, de arra kezdtem rájönni, eszé olvasóként is, hogy ez a legtágasabb műfaj meghatározás, vagy a legnagyobb halmaz ennek. Ez nem lesz így pontos, mindjárt kifejtem, de hogy a novella is, ha nagyon akarom, részhalmazát képezi. Mert az esszé az bármi lehet, annak ilyen értelemben semmi kötöttsége nincs, azt minden esszében ki kell találnia a létrehozójának, hogy mi legyen a kohéziós elv. Ez a novella esetében sokkal kötöttebb, mert hát az egy epikus műfaj, ott van egy elbeszélés. Igen. Nyilván ezt el lehet tolni a széléig, és az elbeszélés lehet az, hogy egy porszem lehull a fáról, vagy egy falevél, mindegy. De azt akkor is, azt végig kell narrálni. Ilyen nincsen az esszé esetében, viszont, és én ezt azért hívom esszé novella kötetnek, tehát én ezt láttam ki, hogy ezek esszé novellák, mert nagyon sok novellisztikus betét van ezekben a szövegekben, ami nekem azért is volt fontos, mert jobban vitte a tollamat, meg hát talán olvasmányosabb is. Sokszor a kicsit elméletibb, kicsit analitikusabb megközelítést megmutatni utána fordítva, hogy ez ténylegesen hogyan működik. Miről beszéltem, hogyan működik egy novella esetében. Szóval hogy valahogy úgy érzem, hogy noha azt mondod, hogy ez arra volt jó, hogy kipihenj két nagy formátum között, vagy kipihent a legutóbbi nagy formátumot, és felkészülj egy következőre, hogy közben meg mégiscsak egy ilyen összegzése az eddigi munkásságodnak, gondolkodásodnak. Hát ez az itt tartok most kötet. Igen, és ez, na hát ez tök érdekes, ez egyszer se jutott eszembe, és most erről az jut eszembe, hogy ha ma írnék éppen ilyen szöveget, akkor ezek már nem ezt írnám. Aha. Tehát ez tényleg egy, ha az én személyes vonatkozási pontjaimat keresed ebben a kötetben, akkor ez egy pillanatkép, és most nem ott vagyok éppen már. Hát mert előre lépkedtél az időben, de sikerült kipihenni a legutóbbi nagy formát, és rápihenni az újra? Igen, igen. És nem csak lehet, hogy félreértetően fogalmaztam, tehát ez párhuzamosan futott mindig. Mondom azért is, hogy amikor Budapesten tartózkodom a lakásomban, akkor is tudjak dolgozni, tehát valami azért valami munkát tudjak produkálni, mert az nekem fontos, és ezért ezek a rövid, az előző, tehát ez a második esszék kötetem, az előző is hasonló volt, bár az nem volt ennyire ilyen értelemben kompakt, hogy írások az írásról, az egy kicsit szertágazóbb volt tematikailag. Na. És az előző regényemet, mit tudom én, négy-öt éve fejeztem be, zártam le, akkor ezeket már írtam, de ezek kibújtak alól a időben, tehát még utána folytattam egy pár évig, és kétségbe voltam esve, mert nem is akartam befejezni, elengedni ezt a kötetet, mert nem tudtam, hogy milyen utána. Tehát nem láttam még a következő nagyformát, ez is egy krízis állapot egy írónak, amikor nem. Tehát itt vannak ilyen stratégiai kérdések, hogy illik, vagy ne illik, hát szóval érdemes előre kidolgozni, már még akár írás közben már a következőnek legalább a tematikai és akár szerkezeti vázát, hogy ne a semmibe érkezzünk a nagy lebegésbe, mert az torokszorító. Itt ez történt, ezért is mondom, ezt még utána hosszan nem akartam elengedni, de végül azt hiszem körülbelül egybe is esett ennek a lezárása azzal, hogy elkezdtem már kidolgozni nulláról a jelenleg íródó, hát eddigi legnagyobb fesztávúnak ígérkező vagy tervezett kötetet. A családregényt? Nem. Nem. Bár többen mondták, köztük a feleségem is, illetve a kötet néhány szakmai olvasója és barátom, akiket megkértem a végén, hogy mondjanak jó tanácsokat, Márton László is és Margócsi István is, hogy esetleg a végén ilyen demonstrációs szövegként elhelyezett, félbehagyott családregényt fejezzem be. Igen, én is ezen gondolkodtam. Lehet, hogy ez fog segíteni majd a most íródó nagy regény, nagyobb fesztávú regénynek a befejezése után, hogy mihez kezdjek, akkor majd valaki juttassa eszembe, hogy ez még itt van talomban, tehát ezzel lehet foglalkozni, de ez most szerintem egy 6-8 évre lefoglal ez a jelenlegi, ez 1 millió karakterre tervezem, tehát ez. És megvan az első fejezet, az megnyugtató, jutott valahova, és benne vagyok nyakig a másodikba, és lesz 10.
Erről ennyit tudok mondani. Majd idejében mondasz róla többet. Köszönöm a beszélgetést, és van az a kis marketing eszköz, hogy hoztál lekvárokat. Igen. De hogy jó, lefizesd hogy mondod, a közönséget. Igen. Amiről azt kell tudni, hogy a korábban említett kis házikon körül van egy jó nagy telek, ami hát sok időt és vele való foglalkozást igényel, így a gyümölcsfák is. Ezek az én fáimról származó gyümölcsökből saját kezem által főzött lekvárok, szilva és barack. Úgyhogy, tehát aki dedikáltat, az kap. Aki dedikáltat, az kap. Erre jutottam, mert mi otthon ennyit nem tudunk megenni. Ez a marketinget csúcsra van járatva, szerintem most ezen a ponton. Jó, én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a figyelmet is köszönjük.